csütörtök van most, és egy jó 20 perces várakozás szerintem lesz belőle, mire feljutunk. Ugyanis az egyik kabinba emberek mennek fel, a következőben meg küldik fel ezeket a bobokat. Tehát csak minden másodikba tudnak felmenni, ami ott állít ekkora sor. Remélem hallatszik a hang. Fenn vagyok jó magasan. Megpróbálok majd beszélni vagy elmondani, amit látok, érzek. Egy biztos, ahogy jöttünk fölfelé a felvonóval, összehasonlítani nem lehetett se a visegrádi, se pedig a sopronival. Nem mintha miénk nem lenne jó, hanem hát itt kicsit mások a lehetőségek, mint látjátok. Kombibán 742 méter és 1139 méter. Tehát 1139-ről megyünk le 742-re, ahogy nézem. Ott is jön egy, amiben közel 2 kilométer hosszú, valahol azt olvastam. Úgyhogy itt azért lehet élvezni a helyzetet. Egy réten megy lefele cicakba, főleg az eleje, ahogy láttam. Én indul előttem a kislány. Hát én azt gondolom, hogy hagyok egy kis helyet, nem annyit, amennyit a tábla majd, vagy a lámpa enged. Hagy menjen, nem tudom, hogy megy. Aztán lehet, hogy leszek a lassú. Na, meglátjuk. Ott jön fel. Na, kíváncsi vagyok rá. Elvileg nem lehet fotózni. Elvileg. Van a zsebemben egy GPS, úgyhogy kíváncsi leszek rá, hogy milyen gyorsan megyünk. Na, induljunk. Be vagyok kötve, elvileg van öv. Hú, basszus. Azt a kurva. Hát kell fékezni, pedig úgy voltam vele, hogy majd én fék nélkül ezen végig megyek. Hát nem. Baszta. Hát sok értelmesen nem fogok tudni mondani. Ha,
Inkább az a baj, túl magas vagyok, hogy a centrifugális erő ki akar vinni a kanyarokban. Nem is az a baj, hogy nem tudok rendesen bedőlni. Hát nagyon komoly. Még jó, hogy kettőre vettem jegyet. Fék. És itt közben egyébként meg tehenek legelésznek. Azt az eget, fejet le! Hát nagyon megy. Fú, nagy királyság. Igen, az a baj, hogy nem dől rendesen a pálya nekem az én tömegemhez, meg magasságomhoz. Nagyon magasan van a súlypont. Hoppa! Hoppa, megyünk az erdőbe. Fú! Hát ez nagyon baró. Mint ha valami fékezne. De nem én fékezek. Ott jön fel. Fú, megint lemegyünk valóban. Azt a kurva! Hol a vége? Ott a vége. Ajaj, ez elég meredeknek tűnik itt. Kanyar! Mondanék valamit, de nem tudok. Meglevegyük, basztus! Hát utol fogom érni, ahogy nézem az előttem haladókat, pedig vártam is a zöldnél még. Hát a mögöttem lévők sehol sincsenek. Nem mintha én lennék gyorsak, vagy gyors, hanem ők lassúak. Na de mindegy. Ja, itt utolérem most már őket, úgyhogy fékezünk. Gyerekek. Ja. Igen. Ja. Hát nagy király volt. Viszont egy kicsit többet fogok várni a következő körrel. Na, nem vagyok. Hú. Hát egy nagy király volt. A következő ma jobb lesz. Többet kell várni, mert a gyerekek annyira nem csapták el.